nagyon tetszett, nagyon jó a ti kapcsolatotok a táncban is. Egy picit Tamás túlmozogta az ugorost, ennyi kritika hagy legyen. A Hajnalkának a szoknyája, és gondolkoztam, hogy mondjam, hogy rövid, muszáj mondani, hogy rövidebb, mint a hagyományos, bár most ez a divat. Annyit fűznék hozzá, hogy persze, hogy a hagyománya hosszabb volt a szoknya, hiszen nem voltak alsóneműt. A szoknya hossza, azon már igazából nevetünk. Beláttuk, hogy igen, lehet kicsit túlpattogtató, de ő ilyen stílusú. Palóc vagyok, hogy pattognak. Azóta elvettem feleségül. Igen. 2016. szeptember 3-án házasodtunk össze. Körülbelül 180 fős lagzival ünnepeltük meg a nagy napot. Egy jót bulisztunk. Ő azóta férjeske, én meg kis feleség vagyok. Amikor meghívott minket a zsűri, nagyon meglepődtünk, tehát konkrétan lesokkolódtam, és így tartottam a telefont, mondom, Tomó, ez velünk történik. És nagyon örültünk neki egyébként, mert abban a tekintetben, ahogy ez így el van képzelve, sokkal inkább egy jó találkozót látunk benne, meg hogy egy nemes célért küzdünk. Ha én adnék szlogent a műsornak, akkor lehet, hogy talán az újra együtt lenne. Nekem pedig a Páván innen és túl is tökéletes megnevezése lenne, mert visszatekintünk ugyan a régi produkciókra, de lehet látni, hogy hová fejlődik az ember élete és merre tud haladni. Attól függetlenül a 4 év látszik, tehát ahogy visszanézzük a produkciókat, én már azt mondanám, hogy egyáltalán nem így táncolnánk el ezt a két táncot. És hát lehet, hogy akkor a Diószegi úr nem azt mondaná, hogy túlpattogtam, hanem lehet, hogy inkább azt mondaná, hogy na ez most olyan, ami ennek kell lennie.